Magyarországon első alkalommal 2011. május 21-én szervezték meg a TESZE önkéntes hulladékgyűjtési akciót. Az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT közösen várta idén is a vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, illetve az önkéntesek jelentkezését a kezdeményezéshez. Rákosmente 2024-ben is csatlakozott a felhíváshoz, a 17. kerületi eseményt Petrőci Dániel önkormányzati képviselő koordinálta. A TESZED akciót már évek óta országosan szervezik, ugye ez egy állami támogatású rendezvény, a mondjuk így rendezvények jótékonysági akciónak mondanám inkább, hiszen önkéntesen szedjük mások után a szemetet. Ennek az akciónak azt hiszem már a 12. évét tapossa országosan, és nyilván minden évben a kerületből is több helyszínen csatlakoznak hozzá önkéntesek, civilek, helyi szerveződések. Most Rákoskeresztúra esett a választás, én ezt a területet jelöltem meg. A Népkert és a Patak közötti kis erdő, ami hát sajnos elég szemetes, nem olyan szép kultúrán, mint mondjuk maga a Népkert, és ezt próbáljuk egy picit helyrehozni, mindezt úgy, hogy önkéntesen csináljuk. A szervezők a TESZED feliratú zsákok mellett kesztyűt is biztosítottak a megjelenteknek. Az illegális hulladék vízbe, talajba, valamint levegőbe kerülve nem csak az élővilágra, hanem az emberek egészségére is káros lehet. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében a közösség ereje által varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Petrőci Dániel önkormányzati képviselő kiemelte, a városvezetés számára rendkívül fontos a környezetvédelem, ezért ahogy az elmúlt években sem, úgy az idei esztendőben sem volt kérdés, hogy csatlakozik a kerület a kezdeményezéshez. A környezetvédelem nagyon fontos számunkra olyannyira, hogy környezetvédelmi tanácsnoka is van az önkormányzatnak, illetve a képviselőtestületnek, úgyhogy kiemelt helyen foglalkozunk a környezetvédelemmel, de csak hogy a legközelebbi példát mondjam, május 11-én, ha jól emlékszem, ismételten sítszedő akciót gyűjtünk, ez azt jelenti, hogy kerület szerte több ponton a lakosság leadhatja a kisebb mennyiségű sites zsákokat, amik keletkeztek akár egy átalakítás vagy egy építkezés során. A TESZED akció civil önkénteseihez csatlakozott Papné Veszprémi Júlia, a Rákosmenti Összefogásért Óvoda intézmény vezetője, valamint Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő is.